Gyurcsány Ferenc kijelentései arra utalnak, hogy a DK elnöke nyíltan bejelentkezett a baloldal vezetésére. Erről a század végelemzője beszélt az m Szerint a baloldalon továbbra is Gyurcsány Ferenc a vezéralak, az új típusú ellenzéki blokk pedig csak is a DK elnök érdekeit szolgálja. Másfél hete volt az országgyűlési választás. Gyurcsány Ferenc már a választás estéjén Márki Zaj Péter tette felelőssé az ellenzéki bukásért. Pár nappal később pedig bejelentette, mindenkinek Gyurcsánynak kell lennie a baloldalon. Én elmondom, hogy én hogyan látom. Hiába végződött kudarccal a baloldal számára az országgyűlési választás. A demokratikus koalíciónak van oka az örömre. A pártnak lesz a legnagyobb ellenzéki frakciója az új országgyűlésben. A DK elnöke múlt szombaton a választásokat értékelő beszédében bevallotta, bár megfontolta, de egyúttal el is vetette annak a lehetőségét, hogy hátra lépjen a politikától. Sőt, szerinte mostantól a baloldalon mindenkinek gyurcsányabbnak kellene lennie. És azt mondom, hogy ne védekezzetek, mást ajánlok, akarjatok gyurcsányok lenni, a legyetek gyurcsányok fordulatot többször többféle verzióban is elmondta. Néhány mondattal később a teljes baloldalnak üzentés arra jutott, mindegy, hogy valaki akar egy gyurcsány lenni, vagy sem. A baloldalon szerinte már mindenki begyurcsányozta magát. Mindegy, hogy mit gondoltok. És ezt mondom mindazoknak, akik menekülnek a gyurcsányozás elől, akik a maguk politikai tevékenységét, identitását, programját, azt abból vezetik le, hogy én nem akarnak gyurcsány lenni. Elkésettek, fiúk. Azok vagytok. A baloldal vereségének okait elemezve, Gyurcsány Ferenc végül határozott következtetést vont le. Tubrecht klárával győztünk volna. A magyar nemzet korábban arról írt, már a választások éjszakáján egyértelművé vált, hogy a baloldal vezére továbbra is Gyurcsány Ferenc, és mindenki hozzá képest határozza meg magát. A DK vezérének vezényszavára ugrat rá, ugyanis a teljes baloldal Márkizai Péterre, őt okolva a vereségért. Akik rábízták a jó sorsát, még azt gondolják, hogy talán nem ez a legjobb kapitány. És azt hiszem, hogy igazuk van. Egy bolsevik pártban elég utasítani a főnöknek, hogy most őt kell támadni, és mindenki ráugrik. Márkizaj Péter a történtek után többször is visszaszúr Gyurcsány Ferencnek és az őt támadó baloldalnak. Szerinte a DK bolsevik párt, Gyurcsány Ferenc pedig előre eltervezte, hogy lejárassa őt a választási vereségért. Hallottam, hogy érden például Gyurcsány Ferencnek egy szombati rendezvényén ott már elhangzott egyszer, hogy két nap múlva engem ki fognak írni. Tehát nem előre megtervezett volt ez a hadművelet a DK, illetve Gyurcsány Ferenc részéről. Gyurcsány Ferenc mindenkit a célkeresztjébe tesz. A baloldalon továbbra is Gyurcsány Ferenc a vezéralak, alak, erről a század végvezető elemzője beszélt az m Palóc André szerint az új típusú ellenzéki blokk kizárólag a DK elnökének érdekeit szolgálja. Elutasítottsága miatt ugyanis csak így tudja magához édesgetni a baloldali politikai erőket. Eddig tartott az a típusú csend, amit Gyurcsány megígért, és innentől kezdve akkor ugyanazt a gyurcsányi politikát, amit mióta a DK ellenzéki pártként politizál láthattunk, az továbbra is fog dominálni, és ebből következhet, hogy további politikusok kerülhetnek Gyurcsány Ferenc célkeresztjével. Az elemző közölte Gyurcsány Ferencnek a napokban tett kijelentései arra utalnak, hogy a DK elnöke nyíltan bejelentkezett a baloldal vezetésére.